A sövénytől nem látszik meg a fáktól a tábla. Igen, vissza kettes. Így van, bemész, és már húzod is. Erre? Aha. Így van. Na most, ne legyen uncsi, kicsit közel volt ez a plató. Adj neki gázt. Igen, vagy hármas. Tetszik a kólám, mi? Elvegyem amúgy, nem zavar? Nem zavar. Csak most értem az először. Hülyéskedek. Balra fogunk kanyarodni. De, megfékezed, legközelebb ugye mikor kuplungozunk? Amikor váltani akarsz. Most, jó? És most a külső sávból érkezünk. Hát ezt elengedjük, ne haragudj, jó? Jó. Egyes kapcsolsz. Illetve őt elengedjük, igen, mert nem élt onnan senki, figyelj, táblája van. Látom. Úgyhogy menjünk. Ez olyan, mint egy csak eldobod a kuplungot meg, én tartom most is, figyelj csak, de fölött alá, hiszen már kettes kéne váltanom. Érted, ugye? Ja, igen. Gyerünk kettes, tehát most ne kelljen keresgetni, hogy soha ne engedd el. Figyeled a csajszót. Látom. Nem már lelépni, de mégis. És már ez is. Hát, hát ugyanilyen szépen kezelt a kuplungot egyesbe is. Szép volt. Nem, szóval emelkedőn ez az elindulás, ez elállt. De figyelj csak, minél jobban eldobod, annál tutibb az, hogy lefulláció, annál biztosan. Elhagyjuk az utat egyenes irányba. Nagyon egyszerű. És ez csak, figyelj csak, ez csak a vizsgacentrum része, tehát ennél jóval nagyobb áll. Nem, hozzá vizsgázni? Hát aki itt vizsgázik, az igen. Gáza és balra kanyarod. Csinál. De látod, most nem akarom itt a dicsérni a Vivit. Figyelj, kétszer voltunk Gödöllőn, mindösszesen kétszer. És már elevickél itt is, érted? Igaz, hogy még navigálgatok, de sokszor magára hagyom, látom, figyel, besorol, gödröket is megtalálja. És látod, most alulról jövünk a nagy templom felől, tehát ugyanoda érkezünk megint. De mondom, ez a központi rész, ez igazából ekkora. Az állomásra is túlmentünk az előbb, tehát majdnem mindenhol voltunk. Nem tudom, miért láttam fekvő rendőrt hirtelen, nem tudom, mert halucinálok itt. Jobb az óvatosság, szavasz. Engedd vissza a kuplungot. Igen. És majd nézed, a körülbelül most kuplungozunk be, azaz. Pici fék, és mert nem szóltam, már nem megyünk majd. Egyenesen. Stoppon előtt megállsz. Onnan jó, így mozdulsz előre felé. Ügyesen nem úrasz le a kuplungra, szépen megtartod. Ha? Tiéd, ez jó volt, szépen csináltuk. És kettes. Az ipartestület épület, és nézzük milyen szép. Ugye, hogy jól néz ki? Szép város. Nagyon szép szerintem. Főleg, hogy ezek a fák úgy kinőttek, ezek nagyon pici cserjék voltak. Ja. Ide jövünk kávézni, kanyarodj bar. Nem kuplungozunk, mert ugye kettesben vagy, gyere vissza. Igen. Nagyon jó. Hogy a motorfék az kell. Szép a tekingetésed. Ez is egy irány, egyébként nagyon a sarkon volt a tábla, de adja magát. Ugye itt jöttünk az előbb innen, kis utcában. De amúgy egy irányúnál is azért kicsit jobbra, nem? Simán. Jobbra tarts és jobbra érkez. Persze. Jókat kérdezem amúgy. Hiszen ha most jövök mögötted a motorommal, te meg itt a bent tartod, akkor egy kicsit ideges leszek, és kénytelen leszek jobbról rád előzni, amit ugye nem szabad. Szép az Octavia. Tehát az alap jobbra tartás az azért legyen meg, kivéve a gödrök vannak, a gátyuk. Igen. És jelzés. Kicsit átment az elzárt részen. Figyelj csak, menj még előre. Menj, nincs honnan. Még előrébb, igen, és hát körülbelül most kell megállnom, teljesen kilátsz. Egyébként gondold el megint, Sanyi, figyelj, hogy te Ceglédi lennél, meg én is, ugye? És képzeld el, hogyha itt vezetnénk minden este. Ne a parkolóban, kettes. Vannak ilyen trükkös részek, ugye elfogytak az autók, és akkor befordultok a parkolóba, de nem szabad, ugye ez az esti vezetésnek az átka, hogy már nincs autó. Na és azért milyen könnyű dolgunk lenne, nem? Hát igen. Jó. Én is mondanám, figyelj, vacsora előtt menjünk egy kört. Nem? Tök jó lenne. Hát jó. De nekünk mi van? Egy hármas. Másfél órát kocsikázom, még ide érsz. Egyszerűen hihetetlen. Annyira szar helyen vagyunk. Vagy a nagyvárosok költöztek nagyon messzire.
nekem még ez a Yaris tetszik. Nagyon csajos autó. Ugye nagyon szép. Kicsit. Hát azért nagyon ügyes. Na, hát igaz. Balra kanyarod meg itt. Meg fél kettő, besoltam. Fél kettő, kicsit gyorsan. Van gyalogos ott? Nincs. Egy irányúba vagy. De most nem lesz szerep, mert a végén majd jobbra vagyunk. Vagy ki lehet már most tenni? Ez egy 20 méterrel az utca előtt. Körülbelül most jössz. Megint a lány után besorolsz jobbra. Véghúzod, húzod. Atya világ. Itt megállsz egy pillanatra és egy kis kis. Erre már mozdulhatok rá, ugye? Igen. Sportos volt, nem Sanyi? Imádom ezt, amikor így rámozdultok a kocsira, olyan, mintha el akarnád ütni a hátulját, és ezt így kell, jó? Mert ezzel ugye nem gerjeszted itt az embereket, ugye nem lesz dugó miattad. Kicsit bátran van. Szép volt ez a rámozdulás. Így van. És már hármasban is vagy, nagyon jó. Úgyhogy nem nehéz város. Vagy lehet, hogy azt csak... Nehezebbre számítottam. Nem mered. De ezt a szülők harangozták, hogy milyen kemény, ugye? Mondd csak nekik, gyertek csak át ködöllőre. Jobbra megyünk, jó késő szóltam. Vissza kettes. Visszanéz, hogy van egy gyalogos, beforgatott, szűkebb. Mert ugye... Igen. Ennél szűkebben kellett volna. Jó, köszönöm. Semmi baj. De itt is hallod, hogy egyszerűen nem látják, hogy ekkora gödör van az ideális íven, ugye? Mind a kettő. Figyeled az ebrát. Ez nem veszélyes, mert itt nincs senki, ott a következő, látod? Már el is indult az új srác az. Hiába iszok kólát, hallod, dadogok. És már pihennem kéne, nem? Ezt szeretem, amikor látja, hogy feltartja az autóst, és gyorsan át. Tehát, hogy nem... Totyog, hanem... Nem úgy megy, hogy kettőt előre, egyet hátra. Ez is valami szakközép, figyeld meg. Nagyon sok szakközépiskola van egyébként. Apum is Cegléden tanult. Igen, gáz, L4-es. Nem is tudtam. Egy videót csináltál csak, ugye? Igen. Jó. De nem azt, amikor lefulladtam, most ott ért véget. De pont benne van meg én. Valószínűleg tedd fel, kérlek. Tápegység, tudod? Megadta magát. Nem adtál energiát neki, mert lefulladtál. Nem, azt szerintem csak azt hiszik, hogy véget ér, az nem látszik, hogy lefulladt. Csak egyszer csak segít se a... Biztos, hát, azért nézd, majd megnézem. De amúgy át tudom alakítani. Jó. Beteszek valami bikini számot az utolsó 5 másodpercre, az jó? Jó. Képzeljétek el, balra kanyarodj. Jelzés. Csorolnom. Bizony. Látod, hogy tudja? Mi kell ezt magyarázzam? Itt már van. Persze. Persze. Már a keremőség. De megfékezed. Maradsz. Így van itt? Ja, ott az. Bizony. Hát... Kettő. Igen. Ugye, ha valaki nagyon sokszor bukott Kresszből, akkor azt meg tudja jegyezni, hogy ez a Dohány utca, ugye? Mert itt vizsgáltatok Kresszből egyébként. Ja. Forgatod, kicsit túlmentél. Igen, hova nézel? Hátra. Vissza, igen, jön a biciklis, nagyon jó. De egyébként jó volt ez. A Dohány utca, már beszívok csomóval. Képzeljétek el, itt volt egy 30-as tábla, nagyon rég. És meddig él a 30-as tábla, ki tudja? A következő. Akkor mi oldja föl? Melyik kereszteződés? Ez itt balra. És ha valaki itt ugyanúgy 30-al ment tovább, mi történt vele vizsgán? A vizsgáig, itt egy percre a pályától, megbuktatták, jó? Azért, mert feltartja a... Azért, igen. Akkor megkérdezte a vizsgabiztos, kedves volt, hogy miért megyünk 30-al? Hát mert tábla volt, jó, akkor álljunk félre, érted? Mert ugye az a tábla feloldódott. Ez kemény, nem? De te jó csinálod, mert 35-tel mész. Mert is ez így jó, mert... Hát ezen az utakon hol menjünk gyorsabban? Na nézd, mi beáll a csigrián. Hát igen, mert